Nagyon sokan vannak, akik elégedetlenek a sorsukkal, az életükkel, a jelenükkel. Viszont nem tudják, hogy mi az oka annak, hogy ők úgy élnek, ahogy élnek. Nem tudják, hogy mi az oka annak, hogy olyan az életük, amilyen. Tudnák, hogy, vagyis sejtik, hogy az nem jó, tehát másra vágynak, de az, hogy mi okozta azt, hogy ők ott vannak, ahol vannak, és nem muszáj itt őkről beszéljünk, elég, hogyha magamról beszélek, vagy hogyha rólunk beszélek. Tehát egyszerűen nem tudjuk, hogy miért ott vagyunk, miért éppen ott, azon a helyen, abban az időben, olyan körülmények között vagyunk, ahol vagyunk, és ahogy vagyunk. És nyilván ugye a probléma, a legfőbb probléma az, hogy a legtöbben nem is vagyunk kíváncsiak. Tehát nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy miért ott vagyunk, ahol vagyunk, miért úgy vagyunk, ahogy vagyunk. És hogyha nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy miért ott vagyunk, és miért úgy vagyunk, akkor persze ugye megy tovább a frusztráció, a békétlenség, a nyomorúság, és akkor nincs más választásunk, mint megkeresni a hibást. Kell keresni hibásokat, kell keresni bűnösöket, kell keresni bűnbakot, valakit meg kell vádolni, valakit meg kell ölni, valakit fel kell áldozni. Tehát nem azzal van a baj, nem az a legfőbb problémánk, hogy összeomlott az életünk, de kártyavár, nincsen békességünk, nem érezzük jól magunkat, nem tetszik az a hely, ahol vagyunk, az a szituáció, amiben vagyunk. Nem ez a legfőbb probléma, hanem az, hogy nem tudjuk, hogyan kerültünk oda, hogyan jutottunk oda, és nem is vagyunk kíváncsiak. Tehát nem is vagyunk kíváncsiak arra, hogy kerültünk abba a szituációba, abba a helyzetbe. Nyilván, hogyha az ember kíváncsi volna, akkor nagyon könnyen rájöhetne arra, hogy minden, ami mostan van az ő életében, tehát minden körülmény, minden belső és külső tényező a tegnapnak köszönhető, a tegnapnak, a múltnak köszönhető. Tehát a múltunk határozta meg a jelen pillanatot. Azt, amiben mostan vagyunk, ahogy mostan vagyunk, ahol mostan vagyunk, ezt a múltban hozott döntések határozták így meg ebben a formában. És az, hogy holnap hol leszek, holnap után hol leszek és hogy leszek, ez nyilván attól függ, hogy én most ebben a momentumban milyen döntéseket hozok. Milyen döntéseket hozok. Mert a jelenem nekem meg fogja határozni ugye a jövőmet. Tehát szerintem ezt nagyjából mindenki látja. Most én felhozok egy egyszerű példát erre, hogy megértsük, hogy miről van szó. Nem hiszem, hogy ez olyan komplikált dolog volna, de én ugye nagyon vágyom arra, és ezt kértem a mindenható Istentől is, hogy segítsen nekem minél egyszerűbben fogalmazni, hogy mindenki megértse, aki hallgatja, vagy hallgathatja, vagy hallhatja, értse is meg. Értse is meg, mert ez egyszerű dolgok ezek, csak ugye komplikáltnak hangzik, mert túlságosan bele vagyunk süllyedve a trutyiba. Túlságosan bele vagyunk süllyedve az anyagba, a testbe, túlságosan el vagyunk foglalva a szarunkkal. Mit eszünk, mit iszunk és mit szarunk? Ez az igazság, emberek. A testnek a kényeztetésével túlságosan el vagyunk foglalva, és ezért nem értjük, nincs időnk arra, hogy egy olyan egyszerű dolgot megértsünk, mint azt, hogy a múltunk határozta meg a jelenünket. Azt, ahol mi mostan vagyunk, a múlt határozta meg teljes mértékben számunkra. A múltban hozott döntések, múltban hozott a múltnak a gondolatai, a múltnak a tudása, a cselekedetei, ez mind a múltnak köszönhető. Egyszerű példa. Tegyük fel, hogy 20 évvel ezelőtt apádtól kaptál egy maflást. Nyakon vert. És úgy találta a nyakadat, hogy még a füled is elérte, a füledet. És megsüketültél, tegyük fel, hogyha ő ugye jobbkezes volt, akkor te a bal füleddel mostan süket vagy. Miért vagy te süket már 20 éve a bal füleddel? Úgy igazából nem ez az igazság, hogy bal füleddel süket vagy, hanem az, hogy mind a két füleddel süket vagy. És ez érvényes minden hallgatóra, rám is, és mindannyiunkra. Aki ezt képtelen belátni, az reménytelen. Aki azt hiszi, hogy ő hall és lát, az nem fog sosem látni, sem hallani. De térjünk vissza a példához. Tehát, hogyha apuka jobbkezes volt, és pofon vágott, de erőteljesen,
Elérte, hogy a bal fülünköt és a dobhártyánk beszakadt, tegyük fel. És azóta nem hallunk tehát már 20 éve nem hallunk a bal fülünkkel. Minek köszönhető? A múltnak köszönhető. A múlt képei, a múlt történései, a múlt eseményei, a múlt döntései, a múlt körülményei határozzák meg a mostani jelent. Azt, hogy te nem hallasz a bal füleddel, vagy mind a kettővel. Tehát amit a múltban történt, egy atrocitás, egy tragédia, vagy bármi, meghatározza a jelent. Ezt szerintem ezt nincs értelme tovább firtatni, hanem evezzünk mélyebbre, ássunk mélyebbre, vagy inkább magasabbra, hogy értsük meg, hogy ebben az egyszerű kijelentésben mekkora szabadulás van azok számára, akik vágynak a szabadulásra. Akik bemerik látni azt, hogy rabok, aki be sem meri látni, hogy ő rab, és azt ordítja, hogy szabad, mint a majom, amikor ráz a rácsot, azt az embert nem lehet megszabadítani. Ez van, emberek, ez van. Tehát, ha megértettük azt, hogy a múltunk meghatározza a jelent, amiben most éppen vagyunk, teljes mértékben meghatározza a jelent, akkor ahhoz, hogy nekem a jelenem megváltozzon, nagyon kemény dolog kéne történni az életemben, ami irreális, ami mondhatni az csifi kategóriába sorolható, még ott is kiüti a biztosítékot, ugye? Tehát, hogy én most újraírjam a múltamat, tehát ilyen nem lehetséges. Igen, ezt mondta Jézus is egyébként, hogy nem lehetséges, embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Tehát ahhoz, hogy nekem a jelenem megváltozzon, emberek, a múltamat le kell tisztázni. A múltamat tisztába kell tenni, le kell cserélni, meg kell változtatni a múltamat, mert a múlt köti, tehát a múlt meghatározza a jelent. Tehát, és akkor mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az a 20 év ezelőtti maflás, úgymond meg nem történjen, tehát hogy meg nem történté tenni, lehetséges ez? Embernél nem lehetséges. Viszont Istennél minden lehetséges. Tehát Isten megadja az útját ennek, de meg is mutatja. És azt is elmondja, mit kell cselekedjünk. Mit kell cselekedjek én ahhoz, hogy a bal fülemnek a hallása visszajöjjön. Tehát ott van ugye 20 év ezelőtt a történet, valami ugye, rossz fát tettem a tűzre, és apám pofon vert, megsüketültem. Azóta az a kép beégett a lelkembe. Jó, figyelj! Az a kép felképelt, szó szerint. Tehát figyelj meg, felképelt. Olyan képeket tett rám, helyezett rám apám, amelyek még most is benne vannak a lelkembe. Emberek, ez nem olyan nehéz dolog, de picit idegen. Idegen, mert nem így gondolkodtunk. Agymosodtak vagyunk, belementünk ugye mindenbe. Emberektől tanultunk, és nem akartunk Istentől tanulni. Tehát az a 20 év ezelőtti kép beleégett a lelkembe. Figyelj meg, hogy működik a teremtés. Azt mondja Isten, hogy először van az ige, először van az ige, először van a kép, utána van a testetöltés, a megtestesülés. Tehát bármilyen kép van a lelkemben, bármilyen kép van a lelkemben, az kivetül az én fizikai valóságomra. Tehát ez a valóság, ez a fizikai valóság a lelkemben lévő képeknek a gyümölcse, következménye, összegzése, átlaga, kivetülése. Tehát azt is lehetne mondani, hogy ilyen értelemben picit durván hangzik, de kívánom azt, hogy mindenki lélek által értse ezt, hogy ilyen értelemben mindenki maga teremti az ő valóságát. Ugye csak ez durva ezt kimondani, mert akkor, akkor senki nem, akkor nem hibás a feleségem, nem hibás a férjem, nem hibás a főnököm, nem hibás az igazgató, nem hibás a miniszterelnök, nem, senki nem hibás, az ég adta világon csak te. Bármi van, csak te vagy hibás. Te vagy felelős érte. A benned lévő képeknek a kivetülése mindaz, amit tapasztalsz kint, vagy bent a házban, az udvaron, a közösségben, a faluban, a városban, a benned lévő képeknek a kivetülése. Kemény szavak, ugye? Kemény szavak, és az ember nem igazán akarja ezeket hallani, mert akkor szembesül azzal, hogy valamit ő meg kell változtasson. Ő kell lépjen, és ő kell változtasson, különben nem lesz változás. Nem lesz változás az ő életében semmi az ég adta világon, semmi. Csak hárítás lesz,
neheztelés, utálat, gyűlölet és pokol. Halál, ugye, koporsó meg pokol, ugye. Ez azért, ezt ki kell mondani. Ezt ki kell mondani. Szóval, ott tartunk, hogy az a 20 évvel ezelőtti pofon, ugye, felképeltek, tehát apám felképelt, egy olyan képet ültetett belé az én lelkemben, aminek a hatása még most is éreztetett, aminek a hatását még mindig érzem. Még mindig érzem, tehát 20 évvel ezelőtt történt, de a hatását még mindig érzem, mert a bal fülemmel süket vagyok. Mit tudok én csinálni annak érdekében, hogy a fülem meggyógyuljon? Hát azt kéne valahogy, azt kéne csinálni, hogy azt a képet a múltamban valahogy kitörölni. Nem megtörténté tenni. A, mit tudom én, amikor apám ugye felképelt, vagy ugye pofonvert, azt lecserélni például az arra, hogy elmentünk együtt, mit tudom, egyet gombászni, kimentünk a hegyet kirándulni. Le kéne azt cserélni valahogy. Hogyan lehet ezt lecserélni? Hát ember nem tudja, de Isten tudja, de ember is tehet érte. És itt jössz te a képbe. Itt jössz te a képbe. Hogyha ha ezt a részét nem akarjuk vállalni emberek, akkor fölöslegesen beszélünk Istenről, Bibliáról, Jézusról és mindenkiről. Akkor jobb, hogyha elfelejtjük Istent úgy mindenestől, hogy van, és élünk a szarunknak. Megyünk, szántunk, túrjuk a földet, elfáradunk, megrészegedünk, lefekszünk, és holnap kezdjük előről. Hát jobb, hogyha ezt csináljuk. Hogyha nem akarjuk megtudakolni Istentől, hogy mi a mi részünk az egészben, akkor jobb, hogyha elfelejtjük Istent, mert nincs értelme kommunikáljuk vele, csak önállításra használjuk az ő nevét, még a Bibliát is, és mindent. Szóval, azt javasolja Isten, hogy bocsáss meg, menjél vissza oda, ahol ez történt, 20 évvel ezelőtt, bocsáss meg apádnak azt, amit tett. És figyelj meg, hogy a megbocsátásnak a valódi jelentése ebben az esetben nem csak az, hogy megbocsátás, mert azt mondjuk, hogy megbocsátok, hát megbocsátok, könnyű dumán, ja, én megbocsátok apámnak, meg a lófaszt. Bocs, hogy én mondom. Nincs ilyen semmiféle megbocsátás, duma van csak. Jobb, hogy az ember észreveszi, hogy ő csak dumál. Ott nincs ilyen, nem történt semmiféle megbocsátás, mert hogyha megbocsátás történt volna, akkor történt volna elbocsátás. Jó, figyelj. Elbocsátás történt volna. Mit jelent ez? Az, hogy elbocsájtottam azt a képet. Elbocsájtottam azt a képet. Elengedtem azt a képet. Történt volna a teljes megbocsájtás, elbocsájtás, elengedés és feloldozás. Mert a 20 évvel ezelőtti kép, amit kaptam apámtól, az a felképelés, még mindig megkötöz engemet. A bal fülemmel süket vagyok. A bal fülemmel süket vagyok. És miért nem tudom megbocsátni? Most ez a kérdés, mert oké, beszélünk a megbocsátásról is, és hát ugye nagyon szépen és romantikusan tudunk erről szónokolni. Nagyon sok előadás van, ezoterikus, keresztény, meg hindu, meg buddhista, meg mindenfajta előadás van a megbocsátásról. De nagyon szépeket beszélünk róla, és nem tudjuk megcselekedni. Miért nem tudjuk megcselekedni? Miért nem tudjuk megbocsájtani azt, ami történt? Mert azt mondja Isten, hogyha el tudnám engedni azt a képet, amikor felképeltek engemet, és ami rátapadt a lelkemre, akkor az a kép nem nyilvánulna meg fizikailag. Tehát nem látnám, én nem érezném annak a súlyát, annak a következményét. Ha azt a képet én elbocsájtottam volna, kivona törölve az én emlékezetemből, az én lelkemből, akkor nem érezném annak a súlyát, nem fájna nekem az, hogy süket vagyok a bal fülemben. Miért nem történik megbocsájtás? Miért nem tudunk megbocsájtani hát egymásnak, ugye? Egymásnak. Ez a kérdés. Miért van az, hogy csak dumálunk erről, és nincsen semmiféle megbocsájtás, amikor kihívás van, amikor konfrontáció van, akkor tudnánk gyilkolni. Azért nem tudunk megbocsájtani emberek, azért nem tudjuk elengedni a múltat, azért nem tudjuk elengedni a rosszat, a régit, mert nem láttuk meg az újat. Az új, mint ahogy írja az írás, zörget az ajtónkon. Ez az új. Ő felkínálja a lehetőséget, az újnak a lehetősége mindig fel van kínálva számunkra, de mi nem engedjük be. Mivel, hogy az újat nem engedjük be, nem engedjük, hogy az új bejön a mi lelkünkbe, és szó szerint felképelje minket, nem úgy, ahogy apánk felképelt annak idején, részegen, ugye,
alkoholmámorosan, hanem úgy, ahogy Isten azt elképzelte, és ahogy Jézus elképzelte, mert Jézus is felképelte az apostolokat, és engemet is felképelt valamennyire, valamilyen mértékben. Adott nekem új képeket Jézus. Az ő szava által, az ő evangélium által adott nekem új képeket, felképet, új képeket tűzdelt az én lelkemre. És azt mondta, hogy mától ez az igaz, de ügyelj Attila, ügyelj mit csinálsz. Ha az ekeszarvát megfogtad, ne nézzél hátra. Ne nézzél rá a régi képekre. Ha visszanézel a régi képekre, nem vagy méltó arra, hogy kövess engem. Kiköplek, kivetlek a számból. Kivetlek a számból, mert még mindig kétfelé sántikálsz, hogy valójában nem is kétfelé, hanem előre és hátra, előre és hátra. Mint amikor a gyermek kell pisikálni, és nincs hova pisikálni, előre és hátra. Ezt csinálod. Így nem tudsz elszakadni, így nem tudunk elszakadni a múltunktól. És bár felkínálta számunkra Isten a megoldást, azt, hogy ő felképel minket új képekkel, az élet képeivel, az élet igéjét beleégeti a mi elménkbe, a mi szívünkbe, mi folyton visszamenjünk a múltba, de te ezt tetted ezelőtt 30 éve. Halál fia vagy ember. A halál fia vagy. Tudjál róla. Az itt mondom, hogy ne érjen meglepetésképpen, amikor meg fog történni, és amikor már a lelked már süllyedni fog és zsugorodni, ugye a csótánynak a lelke felé fog úgy alakulni, akkor jusson eszedbe, hogy te voltál figyelmeztetve, te kaptál figyelmeztetést. Tehát azért nem tudjuk elengedni a múlt képeit, mert az új képeket, amiket Isten felkínál számunkra, bár tudunk róluk, hallottunk róluk, de nem fogadtuk el. Mi intelligensek vagyunk, tele vagyunk nehezteléssel, nehézségekkel, hatalmas terhekkel. Hiába mondja Jézus, hogy gyertek ide mindannyian, akik megterheltettetek, hatalmas terheket cipeltek a múltból, a hazugságok, a fájdalmak, a bűnök terheit cipelitek, gyertek hozzám, és én megnyugoszlak titeket. Jaj, nem, de ezt nem lehetne úgy másképp, úgyhogy elmegyek, majd meggyónom, majd újból meggyónom, majd énekelek, meg hallelujázok, meg ezt csinálom, meg teszek a persejbe, meg átsegítem az öregasszonyt az út testen, meg ilyeneket, nem lehetne másképp, nem lehetne. Csak úgy lehetne, ahogy én mondom. Ha meg akarsz szabadulni, meg akarsz gyógyulni, akkor csak úgy lehet, ahogy én mondom, és nincsen szükség a te ötleteidre, mert az összes ötleted a világból való, a fájdalomból való, a gyilkolásból való, az összes ötletet. Tudjál róla. Nem tudom, hogy mennyire kezd átmenni ez a dolog, amiről itt szó van. Egyébként erről többször beszéltünk, és kaptunk nagyon kemény tanításokat Istentől. Erre vonatkozóan, hogy Isten szó szerint le akarja cserélni a múltunkat, de ha mi folyton hátrafordulunk, és visszamegyünk a múltunkba, mint a kutya a hányásához, és megnyalja azt, és meg is kóstolja, meg is eszi azt, akkor átléptük a reménytelenség és a menthetetlenség küszöbét. Menthetetlenség plusz ugye reménytelenség küszöbét. Átléptük. Tehát Isten szó szerint újra írja a múltunkat, újra akarja írni a múltat. Ha engedünk mindent, ha elengedünk mindent Krisztusért. Tehát elmondtam azt, hogy miért nem tudjuk elengedni a múltat. Miért nincsen benned megbocsájtás? Miért van benned megbocsátatlanság, neheztelés, nehéz szív, hatalmas terhek, gyötrődések, fájdalom, vívódás, belső vívódás? Azért, mert nem akartál újjászületni. Fel volt kínálva számodra az újjászületés lehetősége, de neked az nem kellett. Még mindig a saját fejed szerint spekulálsz és sakkozol a fejedben, hogy te mit, hogyan kéne csináljál. Hiába mondta Jézus, hogy hozd ide az elmédet, a szívedet, add ide az én kezembe, újra formálom azt, újra teremtem azt, és megszabadulsz a múlttól, neked az nem kellett. Tehát a régit, a rosszat, ugye, csak akkor tudjuk elengedni, hogyha megláttuk az újat, megláttuk a jót, megláttuk a tökéletest. És hogyha azt megláttuk, és az megtetszett, még, és vágyakoztunk arra, hogy egyé váljunk azzal, ahogy atyám, te és én egyek voltunk, ahogy te én bennem, és én te benned, úgy ők is én bennem, és én ő bennök, ezt mondja Jézus.
Tehát ő felkínálja az élet képeit számunkra, és azt mondja, hogy lépjünk szövetségre, mint ahogy testi módon egyé vált a férfi és a nő, ugyanúgy nekünk is fontos egyé válnunk vele lelki értelemben, hogy megszülessen az új ember, a lelki gyermek, a lelki ember, aki örökölheti a mennyek országát. Tehát, hogyha Isten nem írja újra számunkra a múltat, ha nem engedjük el a régi képeket az új képekért, ha az új képeket nem akarjuk megismerni, mert ez az alap, azt mondja Jézus, hogy szükséges nekünk, hogy éhezzük és szomjazzuk az igazságot. Aki nem éhezi és nem szomjazza az igazságot, az nem ismeri meg az új képeket, az életképeit. Az nem lesz szerelmes az életképeibe. Az nem akar közösülni, közösséget vállalni az életképeivel. Nem akar egyé válni az élet szavával. És aki ezt nem kívánja, aznak hiába mondják, hogy bocsássál meg anyósodnak, meg apósodnak, meg nem tudom én kinek, az nem fog tudni megbocsátani. Maximum kimondja az ajkaiból, jaj, hát én már rég megbocsátottam, de ez duma emberek. Tehát tényleg, nagyon csúnya szót mondtam az előbb, de amúgy valóságos dolog, ugye, amiről beszéltem. Igen, ez duma emberek. A megbocsátás a legtöbb embernél dumcsi, dumcsi. Dumcsi, amire még rájön általában, rá szokott jönni egy ilyen békítő szex. Békítő szexel szépen megbeszéltük azt, hogy megbocsájtottunk egymásnak, aztán jövő héten ugyanazt megint megbocsássuk egymásnak egy újabb békítő szexel. És szépen beleszexeljük egymást ezébe a temetőbe, a sírgödörbes, aztán majd egy emelettel még lejjebb. Ez a szomorú, fájdalmas valóság. Az örömteli valóság az emberek, hogy mindenki számára fel van kínálva az élet lehetősége, az újjászületés lehetősége. Azt mondja Isten, hogy aki Krisztusban van, aki az ő szavában benne van, akiben benne van az ő szava, aki az ő szavával közösséget vállal, lelkileg, testileg, cselekedettel és mindenféleképpen, aki közösséget vállal az újjal, az annyira szép és annyira gyönyörűséges, hogy az újért el tudja engedni a régit. És az elengedés az nem más, mint elbocsátás és megbocsátás. Az új nélkül nincsen megbocsátás, emberek, csak dumában. Érthető? Aki ezt nem fogja fel, hogy az új nélkül nincsen megbocsátás, az semmit nem ért, nem akar érteni semmit. Ahhoz, hogy én valóságosan meg tudjak bocsájtani valakinek, szükségem van az újra, az új ismeretére. Ezért mondta Jézus azt a példát, hogy a szántóföldben elrejtett kincs, azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet amikor az ember megtalál, afelett való örömében elmegy, és eldobja minden kincsét. És az igazság azt mondja nekünk, milyen kincseink vannak. Hát a régi bűneink kincsei, a régi kalandjaink, régi fájdalmaink, régi megbántások, régi neheztelések, ezek a mi kincseink. Hatalmas terhek. Azt mondja, hogy gyertek ide hozzám, tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Adjátok ide a terheiteket nekem, és adok én nektek más terhet, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Cseréljünk terhet, én elveszem a ti terheteket, és adom az enyémet nektek. De akkor nincsen sántikálás, akkor nem mentek vissza, akkor folyton nem fordultok hátra. Mert egy darabig megengedem, hogy hátra forduljatok, utána meg ki fogom ficamítani a nyakatokat. Csak hogy ráeszméltek arra, hogy folyton hátra fordultok, és azért vagytok fájdalomban, és azért káromoljátok Istent, mert Istent vádoljátok, hogy jaj, hát nem, én már imádkoztam minden, és semmi nem történt az életemben, semmi nagy változás nem történt az életemben. Miért nem történt? Azért, mert hűtlen voltál, folyton hátrafordultál, és folyton a múltból jött vissza a békétlenség. Folyton a múlt képeivel azonosultál, ember. És végül pedig, mint Ádám, megvádoltad Istent, hogy ő a hibás. Hát miért nem ad nekem békességet? Azért nem ad békességet, mert Isten azt mondja, én adom a békességet, de nem a halottra, hanem az élőre. Nem a régire, hanem az újra. Az új bort nem töltjük régi tömlőbe, mert a tömlő elszakad, és a drága bor is elfolyik. Kárba visz a drága bor. Szóval, megvan minden lehetőség, megvan minden adva az embernek, abszolút minden, átózéi. Ezt nem én fogom megadni senkinek, én csak elmondom, hogy van egy ilyen lehetőség. Az én dolgom csupán annyi, a mi dolgunk csupán annyi, hogy átadjuk a meghívót nektek, hogy ti is majd adjatok meghívót más embereknek az életre.
Hogy ezzel a meghívóval valaki fog élni, vagy nem, ki hogyan fog élni, az már az ő privát dolga. Mert én nem vagyok sem apuka, sem óvóbácsi senkinek. Sem mester, sem tanító, semmi nem vagyok. Gyermek kívánok lenni, semmi több. Tehát a meghívót azt én minden nap átadom, kapom a kenyeret Istentől, és megosztom, megtöröm, megosztom veletek, mint ahogy velem is megosztják a kenyerüket az én utitársaim, és ezt tesszük. Életünk utolsó napjáig, hogyha Istennek egyelmes hozzánk, és ki tudunk mi is tartani mellette. Tehát a férfinak és a nőnek, mind a két Ádámnak, a női Ádámnak és a férfi Ádámnak egyaránt szükséges bocsánatot kérnie Évától. Tehát amit ő elképzelt az ő párjáról, amit a női Éva elképzelt az ő férjéről, ugye, bocsánat, a női Ádám. Többször mondtuk azt, hogy Ádám az nem férfi volt, mit tudom, 20 centis hímvesszővel. Ádám ember volt, ő nem volt sem férfi, sem nő, hanem tökéletes, teljes ember, egészséges ember. Tehát benne még nem volt nem, benne csak igen volt. Ádámban igen volt. Ilyen értelemben mindenki Ádám, mindenki elbukott Ádám, úgy a nők, mint a férfiak. És az Éva az nem nő volt cunival, hanem Éva az Ádám képzeletének a szüleménye. Ezért van az, hogy 20 éve, 30 éve házasok és nem ismerik egymást. Tehát Isten ments, egymást megismerjék. Tehát mind a kettőben sivatag van, nincs, amit megismerni egymásra. Az van, hogy mind a két fél, mind a kettő, aki fél elemben van, egyik feleség, tehát félség, és a másik férfiú, vagy félfiú. Mind a kettő fél. Tehát ők, mind a kettő, mind a két fél valamit elképzelt a másikról, és az ő saját képzeletét próbálja rávetíteni, és rásütni, ráégetni a másikra. Ezt csinálja az asszony is, a férfi is, és így zabálják fel egymás húsát életük végéig, amíg valamelyik felborús, eltemetik. Ez történik, emberek. Az Éva az a kép, amit az agyacskád elképzel. Az agyad miért képzelte? Azért, mert megnézte azt az amerikai sorozatot, meg azt az argentint, meg kis romantikus filmet, meg ezt, meg azt, meg magazinok, meg minden. És azt a képzeletet azt ő rávetíti az ő társára, az ő feleségére, vagy pedig az ő férjére. Az Éva, az csak a te fejedben van. A férfi, a te férjed, az csak a te fejedben van, amit te elképzeltél. Ő valóságban teljesen más. Ő valóságban teljesen más. Te is a valóságban teljesen más vagy, mint amit ő elképzelt, mint amit ő vár tőled. Tehát mind a ketten mások vagytok. Tehát Éva ugye az az illúzió. Ádámnak a képzelgése. Ádám képzelgése, az ő elvárásai. És ezért szükséges, emberek, hogy Ádám kérjen bocsánatot a feleségétől, vagyis a férfi Ádám kérjen bocsánatot az ő feleségétől, és a női Ádám kérjen bocsánatot az ő férjétől. Hogy kérjen tőle, vallja meg neki, hogy ide figyelj Ádám, vagyis kedves férjem, kedves feleségem, az igazság az, hogy nagyon sok elvárásom volt veled szemben. Folyton egy olyan képet vetítettem rád, amit te nem voltál. Így gyötörtelek én téged, mint ahogy te is engemet melleslek. Ezt azért tettem, mert elfordultam Istenemtől, sőt nem is tudtam, hogy ő létezik. Nem volt nekem örömöm Istentől, tőled vártam az örömöt. Tőled vártam az örömöt. Kérlek, bocsássál meg nekem. Bocsássál meg, hogy mostanig gyötörtelek, hogy mostanig fájdalmat okoztam neked, szétszettelek, újból összeraktalak, ilyennek képzeltelek, te próbáltál megfelelni, én is próbáltam megfelelni, te próbáltál megfelelni az én illúziómnak, én próbáltam megfelelni a te illúziódnak. Tehát mind a ketten egy illúziót vetítettünk egymásra, és kölcsönösen ugye ilyen biznisz módon, hát hogyha pontosan, tehát mint a piacon ugye, hogy adásvétel, tehát hogyha te megtagadtad a valódi természetet, amit Istentől kaptál, megtagadtad a gyermeki lelket, megtagadtad értem. És ugye ez kölcsönkenyér, visszajár, én ezt vissza kell adjam, én is meg kell tagadjam azt, aki valójában vagyok, érted a te hazugságodért, a te elvárásodért. És így építjük mi ketten a sátának a birodalmát.
Mi ketten. Mi vagyunk az első szabad kőművesek. Te vagy Ádám, ugye, vagy én vagyok Ádám, te vagy Éva az én képzeletem. Tehát ahhoz, hogy egy feleség, egy férj megszabaduljon, felszabaduljon, letérjen a halál útjáról, a széles útról, ami a feneketlen tüzes szakadékba víz, ahhoz azt kell csinálja, arra van szükség, hogy megbocsássa, bocsánatot kérjen az ő feleségétől, az ő férjétől, az ő gyermekétől, mindenkitől, akire ő rávetítette a saját hazug elképzelését, a saját elvárásait. Kérj, ne késlekedj, most kérjél bocsánatot, amíg nem késő. Kérjél elbocsájtást, és te is bocsássál meg mindent. Bocsásd el az összes képet, az összes adósságot, bocsásd, engedj el mindent. Ha élni akarsz, engedj el mindent, ha nem akarsz élni, ha mindenképpen fel akarsz fordulni, és a lelkedet is azt akarod, hogy teljesen tönkre menjen, akkor ne bocsássál meg senkinek semmit, folyton csesztessed a másikot, szívjad a vérd addig, amíg meghal. Ha a pokolra vágysz, akkor csináld ezt, menjél be a másik szobába, kössél bele, piszkáld jól meg őt, jól csesztesd meg érted, és addig piszkáld, amíg egy hatalmas háború kitör abból. És szívjátok egymás vérét, addig, amíg elfogy a vér az egyiktől, vagy pedig a másiktól. Csináljátok ezt. Hogyha a pokolra vágytok, ez a megoldás, ezt kell csinálni. Hogyha az életre vágytok, ha vágytok újból gyermekek lenni, akkor azt kell csinálni, amit Jézus mondott. Bocsáss meg a mi bűneinket, a mi vétkeinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ugye ezt mondta Jézus Krisztus, ezt tanácsolja. Engedd el, te kérjél bocsánatot tőlük, kérj tőlük elbocsátást. Kért, hogy bocsássák meg neked, hogy olyan gonosz voltál, olyan hitvány voltál, hogy folyton az elvárásaiddal bombáztad őket, és ők folyton egy hazugságot kellett cselekedjenek a te kedvedért. Mert ezt tetted mostanik. És utána meg te is bocsássál meg mindent, még azt is bocsásd meg, amiért nem kérnek bocsánatot, mert lehet, hogy még túl buta, és nem látja, hogy mekkora bajban van. Aki nem látja, hogy mekkora bajban van, nem tud bocsánatot kérni. Ne azért bocsássál meg neki, mert ő bocsánatot kér, hanem azért, hogy te szabad legyél, barátom. Te szabad, ezért bocsássál meg neki, és élni fogsz. Tehát bocsásd el a múlt képeit, a múlt hazugságait, a múlt tévegéseit, a múlt bűneit. Engedd el mindenki adósságát, hogy téged semmi ne kössön, semmi ne határozzon meg. És így, amikor én elengedtem a hazug múltamat, akkor jön a mindenható Isten, és beteszi az én hazug múltam helyébe a tökéletes múltat. A tökéletes múltat. És a tökéletes múltnak a következménye, ugye, mert a múlt meghatározza a jelent, a tökéletes múltnak a következménye a tökéletes jelen. A tökéletes jelennek a következménye a tökéletes jövő. De hogyha a múlt, a jelen és a jövő tökéletes, akkor már nincsen szükség időre. Bekerültél az örökké valóságba, atyád házába, a tökéletes égbe. Tökéletes ég, ugye? Tehát, hogyha Ádám nem bocsájt meg Évának, tehát nem bocsátja el azt az Éva illúziót, nem vonja vissza, akkor nincs, ahogy visszakerül az atyaházába. De újból akkor még egyszer a képlet, de ezek csak ugye képletes szavak, tehát ezt mindenki meg kell élje, ez valahogy be kell hatoljon az elménkbe, az elmégen keresztül a lelkünkbe és a csontjainkba, mert ez fontos megélni. Erről nem elég csupán dumálni, emberek. Erről dumálni csupán nem elég, nem elégséges. Tehát Isten szó szerint felülírja a múltat. Ő azt mondja, hogy aki Krisztusban van, akiben benne van a Jézus beszéde, akinek a cselekedeteiben, a lelkében benne van a Jézus beszéde, az új teremtés az. A régiek elmúltak, az ő múltja elmúlt, kész, vége. Az ő múltjának már nincsen hatalma a jelene fölött. Ő meggyógyulhat úgy lelkileg, mint fizikailag, úgy lelkileg, mint testileg. Viszont ehhez arra van szükség, hogy elengedjünk mindent Krisztusért, a Krisztus ismeretéért. Aki nem ismeri Krisztust, az ő gyönyörűségét, az ő dicsőségét, az nem tudja elengedni a múltat. Lehetetlen.
a régit, amit mi jónak képzelünk, azt csak a jóért, a jobbért tudjuk elengedni. A jobbért. De Isten meg is mutatja nekünk a jobbat. Ezért tesz ő csodákat is. Mert neki nincsen szüksége arra, hogy most akkor mindenki itten halomra gyógyítson testileg. Mert a test mindenképpen meghal. Neki erre nincsen szüksége. De ugye ő testi módon is megmutatja az ő dicsőségét nekünk. Hogy lássuk, hogy ő valóságos. Tehát ő megmutatja az újat, de akkor nekünk azt szükséges hűségesen azt választani, és hátat fordítani a múltnak teljes mértékben, emberek. Mert aki ezt nem teszi meg, annak annyi, annak befellegzett. Tehát a múlt kötöz, a múlt meghatároz, elhatárol, meghatároz, és elhatárol minket Istentől. Megkötöz. Ezért van nekünk szükségünk a megbocsátásra, az elbocsánat kérésre, megbocsátásra, elbocsátásra, elengedésre, feloldozásra, és engesztelés, kiengesztelés. És ennek a következménye a tökéletes jelen, amelyet nem köt már a rossz múlt, az a 20 évvel ezelőtti nyakleves, vagy amikor felképeltek ugye egy hazug képpel, a fájdalom képével felképeltek, az már téged nem köt, meggyógyulhatsz, a bal füled meg tud gyógyulni, de még a másik is, és újból fogsz hallani, fogod hallani Istent, a teremtődet. Ez a feloldozás, feloldódás, és ebből van a tökéletes jelen, amelyet nem köt a rossz mód, abból a tökéletes jövő. Örökké is, ebből az örökké valóság, de milyen valóság? Mennyei. Tökéletes valóság. És itt már nincsen szükség múltra. Nincsen szükség sem emlékezetre. Én nem kell emlékezzek arra, hogy tegnap milyen volt, miért nem kell emlékezzek. Most képzeld el, aki emlékszik arra, hogy 20 év ezelőtt milyen volt, az mekkora tragédia. Milyen nyomorult az ember, akinek kell emlékezni arra, hogy 20 évvel, 30 év ezelőtt milyen volt. Aki emlékszik és folyton nosztalgiázik, az bizonságot tesz arról, hogy ő nyomorult ember, ő nincs jelen, az ő jelene nulla, zéró. A múltjából, a halott múltjából táplálkozik, de mivel az ő múltja halott, ő is halott lesz. Az ő lelke is halott lesz. Tehát a tökéletes jelenben már nem kell emlékezzek, de nem is kell tervezzek semmi, nem kell ottan én ábrándozzak, hogy jaj, milyen jó lesz majd hónap után, nem érdekel nekem engemet a hónap után. Nekem most ez a momentum, az atyám jelenlétében tökéletes. És így szűnik meg az idő, a múlt és a jövő. És bekerültem a tökéletes jelenben, atyám jelenlétébe, az örökké valóságba, a tökéletes mennyei valóságba. Na, azt a pillanat nagyon röviden el fogom mondani, amit kapott kedves utitársam. Őt gyermekkorában alázták, ugye elmondta, hogy a régi embernek, az óembernek a múltja az katasztrofális volt. Annak a következménye az volt, hogy teljesen összeomlott, az ő élete teljesen összeomlott. Ezért volt szüksége arra, hogy Istenhez forduljon. Tehát annyi jó volt az ő múltjában, hogy szüksége volt arra, hogy teljes mértékben Istenhez forduljon, új múltért, új jelenért, új életért. Olyan történt vele gyermekkorában, hogy voltak neki valami nagyszülei, akik nem szerették őt, de az ő unokatestvérét őt szerették. És azzal alázták őt, hogy olyan volt, hogy az unokatestvérnek adtak ételt, neki meg nem adtak. Hát ennyire meg volt alázva, és ennek a borzalmas múltnak volt, többek között ennek a borzalmas múltnak volt a következménye, az ő mostani nyomorúsága. És mivel, hogy Krisztushoz fordult, és ő válaszolt, és ő tanította őt, és vezette meg minden, újra formálta az ő értelmét, az ő szívét, kapott egyszer gyönyörűséges álmot. És abban az álomban ő azt látta, hogy elindul a jelenlegi otthonából talán a kisfiával, és egy gyönyörű szép kiskutyával, és elindulnak a nagyszülők háza felé, akik egyébként már meg vannak halva. És kinyitja az ajtót egy ilyen fehér hajú és szakállú öregember, ragyogó, tündöklő arccal. Nem olyan volt, amilyen az ő nagyapja, de mégis ő tudta, hogy ő a nagyapja. Tehát tudta, hogy az ő nagyapja. Nem olyan volt, mint a régi, hanem ez teljesen új volt, de tudta, hogy ő a nagyapja. És örömmel, öleléssel fogadta őt, ugye,
és azt mondta, hogy milyen szép kisfiad van, milyen gyönyörűséges kisfiad van neked. De hogyha látnád te az én kis unokámat, hogy ő milyen szép, hogy milyen ügyes, és ő ezt az álmot akkor nem értette, mert úgy volt kedves Istennek, hogy ő kapta az álmot, én kaptam a megértést, és Isten kijelentette, hogy újra van írva a múltad. Az a vén ember, aki ezt a gyermeket annak idején bántotta és alázta, az nem a te nagyapád. A te nagyapád az, akit Isten számodra megmutatott abban az álomban. Mert ahhoz, hogy neked az életed tökéletes legyen, neked tökéletes nagyszülőkre van szükséged, le kellett cseréljem a lelkedben. A lelkedben le kellett cseréljem a nagyszülőköt, a szüleidet és mindenkit, le kellett töröljek. Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Kérdezi Jézus. Nem értitek, és nem tudjuk felfogni még mindig, hogy ő ezt teljesen komolyan gondolta, hogy aki nem gyűlöli meg az anyját, apját, a nagyszüleit, a feleségét, a férjét, a gyermekét, a saját lelkét is nem dobja el magától. Az nem követheti Jézust. Nem követheti őt a tökéletességbe, a tökéletes égbe. Nem követheti őt egyáltalán. Aki még mindig visszamegy a múltba, és paráználkodik az ő régi nagyapjával, az ő régi anyjával, az ő régi apjával, az ő régi szokásaival, és a régi mindennel, az ember nem méltó az életre. Mert megvolt, megkapta a meghívót, de neki nem kellett, visszautasította azt. Érthető emberek, hogy miért fogalmaz Jézus ilyen durván? Hogy aki nem gyűlölte meg anyját, apját, ez nem azt jelenti, hogy balhézni fogsz velük, jelképesen mondja ezt, hogyha az újét, ha az újat én nem ismertem meg, és annak a tündöklésében nem tartok mindent hiába valónak, kárnak és szemétnek, emberek. Tudom, hogy nagyon hülyén hangzik, de amit Pál apostol mond, az ugyanaz, amit Jézus mondott. Azt mondja, hogy mindent, amit én mostanig értéknek és kincsnek hittem, kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért. Nekem nem volt olyan rossz család életem, de kicsit rossz vagy nagyon rossz, teljesen mindegy, emberek. Mindenképp a pokolba visz, mindenképp a halálba visz. Az én család életem nem volt olyan rossz, de nekem is voltak ugyanakkor ugye, ilyen különböző problémák, meg mit tudom én, serdülőkor, azon is én keresztül mentem, én is meg voltam ölve, mint gyermek, tehát ugyanazon keresztül mentem én is, mint te. Még ha nem is volt olyan súlyos, mint nálad. Nekem is Isten el kell vegye a múltam a teljes mértékben. Tehát kárnak és szemétnek kell ítéljem, még azt is, ami jó volt, anyámat, apámat, a testvéreimet, a régi lelkemet, a régi egómat, mindent kárnak és szemétnek kell ítéljek. Ha ezt nem teszem meg, nem vagyok méltó arra, hogy megismerem az újat, és megteljek az újjal. Kár és szemét minden, emberek. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus utálta Máriát, nem utálta Máriát, de számára is az ő a földi apja, ugye József, és a földi édesanyja Mária kár volt és szemét ahhoz képest, amit az atya kínált számára. Tehát ez próbálja úgy érzékeltetni, hogy mennyire fontos kéne legyen a kapcsolatom nekem a Krisztussal, Istennek a lelkével. Ez a hasonlat, amit Pál apostol mond, hogy kár és szemét minden. A mindenben benne van minden. Anyám, apám, a kutyám és minden. A szép emlékeim, a filléres emlékeim, meg a drága emlékeim, meg minden benne van. Minden. És amit mond Jézus, abban is, aki nem gyűlölt meg mindent, az még nem is találkozott Istennel jóformán. Mert aki látja az atya dicsőségét, az mindent meggyűlöl idézőjelben. Nem fogom megutálni, nem fogom én balhézni vele, hogy így meg úgy, nem fogok rá neztelni, hanem épp ellenkezőleg elengedem. Szabadon engedem, leveszem róla az illúziót, leveszem róla a kivetítést. A hazug kivetítést leveszem anyámról, apámról, a testvéreimről, rólad, és mindenkiről leveszem azt, hogy elbocsássam őket, hogy ők is elbocsáthassanak engemet, hogy új teremtés lehessek. Ne rohadjak bele a múltamba, az emlékeimbe, abba a múltba, ami már egyszer engemet kivégzett, és elvitt az öngyilkosság küszöbéig. Érthető, emberek, hogy itt az élet a tét, a lélek a tét. És igen, akik ezt hallják, azok közül is többen feltetőleg el fognak veszni,
a lelkük kárba fog veszni bele abba a tüzes tóba, amiről beszél a jelenések könyve. De nem Isten miatt van, mert ő őket nem szerette, hanem amiatt van, hogy vannak emberek, akik ezt hobbiból hallgatják, unalomból. Közben vakargatják a tökeiket, és hallgatják ezt a felvételt. Nem úgy hallgatják, hogy ez a szó minden, ez a szó, amit mostan hallanak, ez minden, ez maga az életnek a hívó szava. Nem görgetek tovább lefelé, csak fölfele, a menny fele. És aki még vitázik is, elkezdenek velem vitázni, hogy így, meg úgy beszélek, és milyen keresztény, nem vagyok keresztény, megmondtam már többször, nem vagyok keresztény. Hagyjatok békén az ilyen kereszténységekkel. Kész, vége, el van engedve az is. Szabadon bocsátom, menjenek, amerre akarnak. Bizonságot tettem, bizonságot tehettünk, úgymond a kereszténység, tehát nem emberek ellen, hanem az emberekért szóltunk. Féltése. Meneküljetek onnét, amíg nem késő, amíg van, amit menteni. A kereszténységről, mint szellemiségről, mozgalomról, ami megkötözi az embereket, összeköti a hagyományokkal, a standardokkal, a szokásokkal, a GPS üzemmóddal, a mantrákkal, a rózsafűzérrel. A kép mutatása, hogy ja, én mindenkinek megbocsátok. Persze, persze. Győzött szájjal mi? Győzzük szájjal. Nincs olyan szegény ember, aki nem tudna nagyokat mondani, vagy ígérni. Ugye? A szegény ember is tud ígérni hatalmasokat. A szívünk távol van Istentől, de aztán a szájunkkal mindenkinek megbocsátottuk. Mindenkinek, főképp önmagunknak. Vagy szokták mondani a modern spiritualitásban. Kemény dolog, ugye? Hogy Isten a múltunkat újra akarja írni. Muszáj újraírja. Mert hogyha a múltunkból nem veszi ki a hazug képeket, akkor azok a hazug képek, a fájdalom képei továbbra is megkötöznek minket, bebetonoznak oda a magas déva várának a falába, Kőműves Kelemennek a művének a falába. Mint ahogy ő bebetonozta a feleségét abba a falba, ugyanúgy minket is a múlt képei, a hazug, bűnös, istentelen múltnak a képei belebetonoznak a pokol kapujába, a pokolnak a falaiba szépen. Beleépítenek minket. Adj őre ennyit. Máskor valakit jelezt a szándékát, de nem hallatszik, nem tudom, hogy minden oké. Én voltam az a szándékozó. Mondjál nyugodtan, nem vettem észre, mert el voltam, nem is néztem a képet. Semmi. Hát amikor ilyen tűzzel beszélsz, nem is biztos, hogy jó nekem beleszólnom. Hát nekem annyi jött az egész kijelentésről, hogy ezeket a dolgokat nekem Isten valójában álomban mutassa meg, és ugye így intenzíven megélhetem azt, hogy a múltamból való képek milyen erőteljesen valójában megkötöznek, sőt, meg is vezetnek, amiről te beszélhettél lélek által, és mivel álomban megélhetem ezt az egészet, tényleg olyan erőteljes, lerántó hatása van arra a lélekre, aki valójában el van hívva a tökéletességre, hogy ezt valójában így emberi szavakban el se tudnám senkinek sem mondani. De egy dolog azért mégis jött. Hát pontosan ezért a legfontosabb személyesen Krisztushoz fordulni, maga a Teremtő jó atyánkhoz, hogy ezeket meg tudja mutatni az embernek, mert az az igazság, hogy ne legyen az, hogy Istenre hárítok is valamit, hisz ő nem azért mutassa meg, hogy evel egyben én beleesek egy olyan hibába, amiben régen beleestem, hogy megmutatta ezeket a képeket nekem, és akkor én ezeket úgy fogtam, ezeket a jelzéseket, hogy ezeket azért mutassa, hogy már pedig ezek meg kell történjenek, hát akkor felismertem ezt. Az ő kegyelméből megmondom őszintén, hogy könyvhullatás nélkül nem bírtam ki, hát kiderült, hogy evel én őt megvádolom. Hát ő azért mutassa meg így nekem például álomképekbe, és ezt azért is mondhatom el, hogy ezáltal szembesít avval, hogy mi az, ami még valójában mondottan is, ahogy Krisztus is mondta, hogy aki az eszmét fogja, az előre tekintsen és ne hátra. És ezek a dolgok úgy tudnak bekövetkezni, hogyha a múltunkból lévő személyek vagy közvetlen környezetünk tényleg ránk tudják mantrázni még a múltunk. És hogyha ez megtörténik, akkor azt jelenti, hogy én nem Krisztusra figyeltem, hanem a múltam képeire figyeltem, és a múltam képei meg tudnak ragadni és visszarántani még mélyebb szakadékba,
hogy rosszabb lesz az állapotom az előzőnél, de az előbb gondolatomat nem fejeztem be. Tehát ezért fontos személyesen Krisztushoz fordulni, és a Teremtő Istenhez, hogy ezt ő mutassa meg mindenkinek egyen-egyenként, mert ezt embernek lehetetlen meglátni. Olyan tökéletesen el tudjuk felejteni, rejteni magunkba, hisz nem akarunk szembesülni azokkal a képekkel, ami egyértelműen tudjuk, sőt, még amíg nem vagyunk abban az erőteljes felnőtt állapotban, mondjuk egy ilyen köztes állapotban vagyunk, egy ilyen kamaszkorban, és olyan szépen el tudjuk már akkor, kezdjük elhallgattatni a lelkiismeret hangját, azokat a képeket, ami Isten mutat, hogy hajaj, csuhaj. És eltelt pár évtized, és azt hiszük, hogy az megszűnt, de nem szűnt meg, mert addig, amíg Isten felszínre nem hozza azokat a megkötözöttségeket, azokat a sérelmeket, azok a meg nem bocsájtott bűnököt, tévejgéseket, és mindent, amit elkövet az ember, mindent, amit én elkövettem, azokat nem láthatom meg. Tehát ezért szükséges az újjászületés, ezért szükséges kimondottan tényleg Krisztust kérni arra, hogy megvilágosítsa, hogy mi az, ami lappang bennünk, mi az, amiért tényleg szenvedünk, mert sokszor szenvedünk, de nem tudjuk, hogy mitől szenvedünk. Tehát még maga a gyökerét se tudjuk meglátni, mert lehet, hogy olyan helyen keressük az ismeretet, ahol egyáltalán nem kéne legyünk. És nem vicc, kedves embertársaim, eltelnek az évek szépen, és nem tudjuk, hogy lesz-e holnap, vagy hónap után, vagy az is lehet, hogy ma nem fekszünk le, és ezeket a képeket magunkkal visszük a túlvilágra, hisz nem visszük azt a tökéletes képet, amit az Isten teremtett, mert ezt ő nem teremtette, Isten nem teremtett semmi rosszat, hanem ezeket a képeket visszük magunkkal, ezeket a bántásokat, sérelmeket, és hogyha nem mentünk át a szembesülés és a megtisztulás folyamatán Isten lelke által, akkor szószoros értelemben nem tudunk szabad lelkenként távozni. Beleragadunk abban a képben, abban a, hogy is fejezzem ki, hogy ne mondjak butaságot, a világnak a képeiben, amit itt összeszedtünk, amit még egyszer csak ismétlem magam, Istennek semmi köze hozzá. És így veszünk el. Nem az Isten fog minket elpusztítani, nem az Isten fog minket a kárhozatba küldeni, hanem mi nem fogunk tudni bemenni a tökéletességre, mert nem történt meg ez a folyamat, ami szükséges, hogy megtörténjen mindenkinél legyen egyenként, amit csak kimondottan az Isten tud elvégezni mindenkiben. Minden csak ő általa tud megtörténni, hisz nála nélkül nem történik semmi, és nála nélkül nem is cselekedhetünk semmit, és ezt is csak kimondottan azok az emberek értik meg, mert mi is megkapjuk a megértést, de úgy, ahogy mondott a Attila, addig, amíg nem hatol az a csontvelőig, amíg nem jár át, és teljes, nem elég csak a megértés, a teljes megélés, a teljes folyamat, amit az Isten végez el, mi se lehetünk szabadok. Én sem lehetek szabad. Hiába jön meg a megértésem, hiába látom, hogy hol tévegek, hol bukdácsolok, az Isten azt akarja megmutatni, és azt is mutassa nekem, nagyon erőteljesen, nem egy kellemes dolog, de dicsőség a mindenható Istennek, hogy ezeket megmutassa, mert én magamtól soha nem láthatnám meg, hogy engedjem el, ahogy ő megmutatta Krisztusban, úgy, ahogy megmutatta például a bűnös házasságtörő asszonynál. Pontosan úgy kell elengedjek mindent, ahogy ő ott megmutatta a házasságtörő asszonynál, hogy elengedett neki mindent, és azáltal én is elengedek mindent, hisz ő nem azért engedett el mindent, amikor hozzáfordultunk, hogy mi ne engedjünk el semmit, hát ő is azt akarja, hogy mi is mindent engedjünk el, váljunk teljesen szabad lélekké. És ami a legfontosabb kijelentés, amit most hallottam tőled, Attila, hogy ebben a jelenben való esés, ebben a jelenben való létezést, azt az Isten már itt megadja a Földön. Ez nem a elkövetkező halálunk utáni állapotról beszél, az egy örökkévaló, dicsőséges állapot, amit emberi szív, emberi ész föl nem foghat. Ezt most itt meg lehet tapasztalni, benne lehet élni. Erre hív mindenkit az Isten. Ez az igazi valóság, ez az igazi igazsága Istennek, az itt is jelen van, nincs eldugva, nincs elrejtve. Ezt kell megismerni. Köszönöm, ennyi. Felolvasok egy kommentet, hogy milyen egy olyan lélek, aki
ezeket a szavakat a lélek által hallgatta, vagy hallgatja. Figyeljük meg, bárki hallgatja, ez azt mondja, hogy meg vagyok rendülve, ahogy hallgatlak, hullanak a könnyeim, nincsenek szavak. Ugye milyen csúnya és kemény szavakat használtam, de ez a hölgy mégsem az én durva szavaimat hallotta, hanem a lelket hallotta, amiből szóltam. Nem a lebutított verziót hallotta az én szavaimat, hanem a lelket, ami által szólhattam. És azért mondja azt, hogy meg vagyok rendülve, ahogy hallgatlak, hullanak a könnyeim, nincsenek szavak. Összetört a régi, leomlott. Hát akkor hol van a nagy Babilon, amiről beszél a jelenések könyvében? Leomlott a nagy Babilon, leomlott. Hol omlik le a nagy Babilon? A szívedben, ember. Mindenkinek a szívében omlik le a nagy Babilon, és lesz ördögöknek a lakóhelyévé. Ugye? És ha ott nem omlik le a nagy Babilon bennünk, a te szívedben személyesen, az én szívemben személyesen, hello, megváltás. Nem lesz, nincsen megtörténni. Még megnézzünk 500 keresztény filmet, és akkor sem lesz megváltás. Akkor sem. Még kaptam egy kemény gondolat ennek kapcsán Istentől, tegnap este, éjszaka ez is. Azt mondja, hogy a magyar nemzetet nem lehet megmenteni. Ezt mondja az Úristen. A magyar nemzetet nem lehet megmenteni. Csak a magyar embert. Csak a magyar embert. Szükséges, hogy mindenki egyedül a belső szobájában, ahol senki nem látja őt, csak a mindenható Isten titkon ott van és hallja őt, látja őt, ahogy mondta Jézus, szükséges, hogy egyedül, személyesen forduljon Istenhez a magyar ember. Aki ezt megtette, az az ember már meg van mentve. Nincsen globális megmentés. Nem fogjuk megmenteni sem Európát, sem a magyar nemzetet, sem a törököket, sem az ukránokat, senkit az ég adta világon. Csak egy valakinek van lehetősége megmenekülni, és az te vagy személyesen. Én vagyok személyesen. És hogyha így nem történik a megmenekülés, akkor nem lesz semmilyen fajta megmenekülés, semmilyen más megmenekülés. Hogyha így megtörténik, annak a világossága ragyogni fog és tündökölni. Te leszel a hegyen épített város, és akkor megtörténhet az is, hogy például egy kis közösség talán valahol egy kis faluban, valahol Magyarországon, vagy akárhol a Kárpát-medencében megmenekül. Az emberek úgy fognak ottan élni, mintha nem is lett volna soha világháború, semmilyen világháború. De ez hogy történhetett meg? Úgy, hogy egy magyar ember megmenekült. Egy. Mert csak az egy menekülhet meg. A tömeg sosem menekülhet meg. A magyar nemzetet nem lehet megmenteni, csak a magyar embert. És Jézus azért adta az életét, és adja most is, hogy az egy magyar ember megmeneküljön. Mert az egy magyar emberen múlik az egész világ sorsa. Miért mondom ezt? Azért, mert ha te már megmenekültél, a te világod már teljesen más lesz, a te látásod már mennyei lesz, az egész világ sorsa rajtad múlik, rajtad. Nem a parlamenten, nem a miniszterelnökön, nem a minisztereken, nem a, mit tudom én, az Európai Parlamenten, csak rajtad kizárólag, miután gyógyírt kaptál a szemeidre Istentől, és leomlik a nagy Babilon a szívedben, a nagy képmutatás, a vallásos képmutatás, a szenteskedés, és feltámad az örök életre. Ennyi, emberek. És Isten arra kényszerül, tényleg is, nem hogy kényszerül, mert tudom, hogy örömmel megadja ezt az ő gyermekeinek, hogy ad nekünk jeleket, arra utaló jeleket, hogy figyelj, te Kinga, újraírtam a múltat. Azt, ami volt, azt eltöröltem. A múlt megváltozott. A te jelenet tökéletes. A te jelenetben szabadság van. Mert a múltat újraírtam, megváltoztatta. És történnek érdekességek, ami tényleg majdhogy nem egy ilyen science fiction regénybe, vagy pedig egy filmbe, science fiction filmbe való. Az emberi elme nem képes felfogni. De hogyha az ember a ő elmével akarja befogni Istent, ott neki vége megint. Megint befellegzett neki. És ez a kérdés jött nekem a videó előtt, még az élő közvetítés előtt, megkezdése előtt, hogy nálatok mi a helyzet? Te, aki ezt hallgatod, nálatok mi a helyzet? Az elméd vigyáz a lelkedre, vagy pedig a lelked az elmédre?
Nagyon kemény kérdés. Ezt a kérdést meg kell válaszolni, ember. Még ma, ebben a momentumban, ha lehet. Az elméd vigyáz a lelkedre, és el fogsz veszni, akkor neked kész, annyi véged van. Vagy pedig a lelked, a lélek vigyáz az elmédre. Az én szavam lélek és élet. Tehát ki vigyázza az elmédet, mert a maga, az úgynevezett sátán, az hol jön be? A bal orjukadon és kimegy a jobb füleden? Nem, emberek. Hazugság, babonaság, mese habbal, amerikai filmek, amerikai kereszténység, hazugság. Az elméden keresztül megy be a sátán. Az elméden keresztül. A szemed lámpásán, a tested lámpásán keresztül, a szemeden keresztül, a füleden keresztül, az elméden keresztül kötöz meg téged még ma is az úgynevezett sátán, a világura. Ezért mit mond Isten? Tessék, kétélű éles karda. Ez ott van az elméd kapujában, és azzal védett, maga a kétélű éles kard védi az elmédet, a lélek védi az elmét, akinek az elméje védi a lelkét, az a lélek már el van kárhozva, a kárhozat útján van. Isten könyörüljön. Persze, ha hírgalmas és meghallja az életszavát, akkor megtér, és megmenekül. De aki, és mi van a mai kereszténységben, az új modern kereszténységben? Szent szellem, szent, a szent elmében bíznak emberek. A szent elmében bíznak a mai keresztények. Azt kell mondjam, hogy ehhez képest még az elbukott konzervatív, katolikus, vatikáni egyház is, még az is, hogy mondjam, majdhogy nem a megváltást kínálja. Amikor már a szellemet kezdjük isteníteni, szent szellemezünk, az elmét dicsőítjük, ugye, ott már vége. Ezáltal van leigázva a magyar nemzet az elmének, a szellemnek a dicsőítése által, maga felmagasztalása által. Megkérdezték valakitől, hogyha azt mondjátok, hogy ti azt mondjátok, hogy a Bibliát szó szerint kell érteni, azt ugyanbiza, ti hogy értitek? Azt ti hogy értitek, hogy aki nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet, abban nincsen élet, az nem fogja meglátni az életet, az örök életet. Ezt ti hogy értitek? Azt mondja, jó, hát erre még nem kaptunk választ, de a teológusaink a szent szellemmel, a szent aggyal dolgoznak azon, hogy erre is adjanak választ. Isten könyörüljön a hét gyülekezetén, az összes embernek ott megvan kötözve, hogy valahogy gyújjon világosság a szívükben, lélek által, Krisztus szava által, lélek által, és fegyverezze le a hamis elmét, tisztítsa meg a hamis elmét, a hazug elmét, amely a kárhozat útján tartja és taszítja őket a feneketlen szakadék felé. Az elmét irányítja a lelkedet, vagy pedig a lelket tartja biztonságban, a lélek tartja biztonságban az elmét. A Krisztusnak a szava megvédi az elmét, hogy ne folyjon be semmi olyan anyag, semmi olyan doktrina, olyan tanítás, ami meg újból beszennyezni a lelket. Az új lelket, amit ajándékba kaptál Istentől. Az új szívet. Tehát ezen az úton nem csupán elindulni fontos, hanem megmaradni is nagyon fontos lenne, és csak így lehet. Így lehet. Vagy Tibor is mondta, minden nap mondjuk úgy, hogy hűséges vagyok a vőlegényhez. Ezt is akartam mondani, ezt most már utoljára hagytam. Még a videó elején mindenki úgy csinálja, hogy tudja, ahogy kap elhívást Istentől. Én rendszerint általában ezt nem akarok én ebből vallást csinálni. Nekem úgy adta az Úristen, hogy én amíg nem vettem át a kenyeret Istentől, és nem törtem meg, addig a testemnek nem adok kenyeret. Maximum kávé, víz, ennyi. És megfigyeltem azt, hogy amikor ezt én megfordítottam, bekajáltam, és utána akartam megosztani ezt a kenyeret, amit kaptam Istentől, hát az igazság az, hogy nem mindig jött össze. Legalábbis nem úgy, ahogy az Isten elképzelte volna. Mert adtam a testnek, azt mondja a testnek, jól laktam, most már meg is kéne pihentetni. Gyere lelkeském, aludjunk szépen vissza. Érted? Ez történik. Tehát figyelj meg,
hogy Isten miért engedte meg a földi szerelmet a férfi és a nő között, a lány és a fiú között. Azért, hogy meglássuk, hogy mi az, hogy hűség, mi az, hogy vakság. Mi az, amikor valaki annyira vak, ugye, de jó értelemben, az örömben, az öröm, a szerelemnek az öröme bevakítja őt. Zsuzsika, gyere, mert készen van az ebéd. Jaj, én nem vagyok éhes. És anyuka már tudja, Zsuzsika szerelmes. Vagy a Marika, vagy az Attila, vagy bárki, ugye. Anyuka már tudja. És a szerelem ugye élteti őt, és be is vakítja őt. De jó értelemben. Na ugyanilyen, sőt, ennél erőteljesebb az igazi szerelem, ugye, a Krisztussal szembeni szerelem. Ugyanígy be kell minket vakítson, be kell vakítsa az elménket, be kell vakítsa az elménket a világra. Olyan értelemben, hogy amikor hívja a világ az elménket kajálni, zabálni, moslékot enni, azt mondjuk, hogy ja, köszönöm szépen, én nem vagyok éhes, annyira szerelmes vagyok is, éppen beszélgetek a szerelmemmel. Csettelek a szerelmemmel, ugye? Élőben vagyok a szerelmemmel. Na így van megvédve az elme. Az elme, amin keresztül be tud jönni, úgymond a világúra, ugye az az úgynevezett sátán, az ördög, és meg tudja, el tudja pusztítani, el tudja tiporni a kár, tehát kárt tud okozni a lélekbe. Kárhoztatja a lelket. Szerelem. Valakinek valami? A kísértésekről persze van, a kísértések is lesznek is, addig, amíg itt a Földön élünk, lesznek kísértések, lesznek próbatételek, és van egy olyan jelenség, hogy az emberek szinte ilyen pszichotikusan rettegnek, félnek a kísértésektől, a próbatételektől, jaj, az ördög így, az ördög úgy, az ördög balra, meg az ördög jobbra, és ezzel vannak elfoglalva, hogy nehogy ők kísértésbe essenek, nehogy nem tudom én, az ördög, hogy ugye, hogy bejön a hazugság, és bepróbálkozik, és vissza akarja rám olvasni a régi identitásomat. Ezt hogyan tudom megakadályozni? Teljesen egyértelmű. Erő egyfolytában, erről beszélünk. Azáltal a Krisztusra nézek. De nem csak nézek rá, hanem benne élek, benne járok. És valahányszor ugye jön a kísértés, jön a próbatétel, vagy a hazugság, abban a helyben kiszűröm, mert akkora a kontraszt, akkora a különbség az élő igazság, a Krisztusnak az élő igazsága, a szava, és a kinti próbálkozás között, hogy egyből kiszűröm. Tehát, hogyha én nem vagyok benne, én nem élem az ő szavát, nem mozgok benne az ő szavában, akkor már nem tudom kiszűrni. Akkor már kell ottan izélek, hogy jaj, de hát Pál ezt írta, meg Péter azt mondta, meg Jóska azt írta, és így tovább. Egyfajta kell az agyamba sakkozzak, és mindenhol ördögöt látok, minden bokorban, a tömbháznak a végében, meg a pincelejáratán, a fürdőszoba bejárat, mindenhol ördögöt látok. Miért? Azért, mert nem szorgoskodom az aratásban. Aki bent van az aratásban, de még szó szerint is emberek, a régiek, a nagyszüleink, ők szó szerint az aratásban voltak, baromságokkal nem volt idejük foglalkozni. Tehát még a fizikai munka, ugye a fájdalmas és néha ugye igencsak fárasztó fizikai munka, verejtékes fizikai munka, még az is megvédte őket. Tehát nagyon sok hülyeséget ők nem vettek be az elméjükbe, mert le volt foglalva, kellett dolgozni, kellett kaszálni, kellett takarni, kellett vetni, kellett aratni, kellett pityókát ásni, és az is megvédte őket, a kemény fizikai munka. De Isten nem ezt akarja, hogy minket a kemény fizikai munka védjen meg, mert nem vagyunk ökrök, hanem emberek vagyunk. És azt mondja, hogy akkor titeket mostantól védjen meg a lelki munka. Menjetek az aratásba, lelki értelemben, lelkeket arassatok, magokat szórjatok, mint a magvetők. Hintsétek a magot, és menjetek aratni, és a szőlőbe, és a gyümölcsöt szedjétek le. Tehát erre a munkára hív minket Isten. Mert hogyha a fizikai, a kemény fizikai munka a nagyszüleinket meg tudta védeni attól, hogy tönkre menjen a lelkük, és teljesen kárba veszne az ő lelkük, mennyivel inkább meg tudna védeni minket, hogyha engednénk Krisztus szavának. Akkor én nem kihatan agyaljuk, hogy most akkor ez vajon igaz-e, vagy nem igaz-e, ez filozófia-e, ez kísértése, próbatétel, egyből kiszűrném, mert benne vagyok, tehát csordultig van az én poharam, ha jön is a méreg, jön a tiszta víz, rám ömlik és kimossa, meg van mosva a lába. Az aratás és a szőlő, a munka, a talentum befektetése, a magvetés.
ez tud minket megvédeni. Semmi más emberek. Főképp ezekben az időkben, most képzeld el, itt most már a mai fiatal, sőt a mai középkorúak is ugye nem kell pityókát ássanak most már, ugye, mert leássák, ott tonnaszámra perceken belül termelik a pityókát. A burgonyát, ugye? Vagy az arata a buzával, ugyan nem kell ott a sarlóval dolgozni, nem kell hajladozni, nincsen tollúfosztókaláka, nem kell kaszálni, nem kell takarni. Tehát most már semmi nincs, emberek. Nincs fizikai munka, csak a fenevad. Nézzük a fenevad képernyőjét, és attól várjuk a megváltást. Meg vagyunk teljesen bolondulva. Képzeld, hogy mekkora veszélyben van a mai embernek az élete, amikor neki nincsen tisztességes munkája. Csak ilyen sátán által kapott munkája van, ilyen irodai munka, ilyen magasztos titkárnői irodai munka, ugye. Pénzszámolás, meg ez a, ugye, a jog, meg ez a jó munka, ugye. De ez nem menti meg a lelket. Az egyszerű embernek a lelkét a kemény fizikai munka akkoriban még meg tudta menteni, de ma nincsen tisztességes munka, hazug munka van, teljesen profitorientált munka van, csak ilyen a virtuális világban, ugye, a világhálózaton, digitális világban, ez nem munka, emberek. Ez a munka nem, hogy nem tudja megmenteni a lelkünket, hanem úgy beszippantja, mint lóseggel ázmérőt. A fenevad képe, a fenevad képernyői, a televízió, a telefonnak a képernyője úgy beszippantja a lelkünket, mintha nem is lett volna sosem. Ez nem munka, emberek. Amit mi munkának hiszünk, az nem munka. A lelkünket felemésztő, emésztő gödör, trágyadomb, amit mi munkának nevezünk. Ha tisztességesen, mit tudom én, mennél és takarítanál valahol utcát, sepernél, na az igen, azt nevezem, na az még munka. Nem olyan jó, mint például az aratás, vagy a kaszálás, a takarás, a magvetés, a pityókaszedés, a, mit tudom én, a gyomlálás. Nem olyan jó munka, de sokkal jobb, mint az a munka, ami várja a mai fiatal generáció tárgyakkal. Mert a legtöbb fiatal, akik most jönnek az iskolából, az egyetemekről, a fenevad tárgyakkal várja a gép. A gép az antikrisztus tárgyakkal várja. Adja nekik a számítógépes munkát. Hogy váljanak gépekké, robotokká, emberek. Tehát az, hogy ma, ami munka van, amit ma úgy hívunk, hogy munka, az már nem képes megvédeni a lelket, nem képes bevédeni azt. Ez hold biztos, teljesen biztos. Tehát ne is reménykedj abban, hogy tényleg az a munka, amit te mostan végzel, meg tud védeni. Mert már nincs olyan munka, ami volt, amit régebb munkának neveztek. Az, hogy akár a pásztorkodás, tehénfejés, amit lenézünk ma, na azok még a lelket meg tudták tartani. Volt ott a szembesülés, volt konfrontáció, voltak dolgok, ugye, volt kemény hétköznapok, és azt meg tudta videni a lelket valamennyire. De a mai munka, amit mi munkának nevezünk, az nincs ahogy. Ezért, hogyha még azt a lehetőséget sem ragadjuk meg, amit kínál számunkra Isten, Jézus szavától, hogy beálljunk a lelki magvetésbe, a lelki aratásba, a lelki halászatba, ugye, emberhalászokká teszel titeket, hogy beálljunk a lelki szőlőbe, a szőlőszerésbe, hogyha még ezt a lehetőséget sem ragadjuk meg, nekünk annyi. De teljesen átléptük a reménytelenség, menthetetlenség küszöbét. Tehát már csak a lelki munka tudja megmenteni a mai embert. A fizikai munka, ami jutott, ami maradt, ugye, a gépek mellett, az már nem képes arra. A mai fizikai munka mellett bőségesen van lehetőség a weben nézni, ugye, nézegetni az új lehetőségeket, az új termékeket, az új műanyagot, az új telefonokat, az új laptopokat, az új csajokat, az új divatot, az új parfümöt, az új terméket, az új, amit kínál a világháló. Tehát rengeteg lehetőség van. Ha régebb lett volna is világháló, nem lett volna idő, emberek. Mert úgy adta az Isten, hogy mindenki szépen le volt foglalva, mindenki végezte a maga dolgát, és a más dolgával nem foglalkozott. De ma bőségesen van idő a hazugságra, az őrültségre, a hülyeségre, ami a lelket feltroncsírozza, kicsinálja teljes mértékben. Úgyhogy ügyeljetek, mit csináltok. Milyen ki a tiltak a munkáltató? Ki a munkáltató? Ezen gondolkozz el. Milyen munkád van? És amellett mit csinálsz te még? És megkaptad-e a munkát attól a munkaadótól, aki örökre biztosítja számodra az örömteli munkát, amit örömmel és énekelve végezhetsz
az örökké valóságban, ami már nem munka, hanem játék. Játszik könnyedséggel, ugye gyermetekséggel tudod végezni az örökké valóságban, mert a munka az régen, annak a valódi jelentés az, hogy játék. Isten adta a munkának a lehetőségét, de az játékot és szórakozás az emberek számára. Mikor vált a munka görcsössé? Miután ugye beleestünk a bűnbe. Miután kezdtük számigálni a pénzt, miután profitért kezdtünk dolgozni, és nem az egymás önzetlen szolgálatáért. Akkor vált a munka terhessé. Na, lehetne erről még beszélni reggeltől estig, de nem szerintem a lényeget figyelmen kívül adjuk. És a lényeg az, amit mondtam az elején és közben is, ugye, hogy Isten a múltunkat felülírja, újraírja, hogyha engedjük, hogy felülírja a feleségemnek a múltját is, ha engedem, hogy felülírja a férjem múltját is, teljes mértékben. Megszüntetem az illúziót, amit rávetítek, az elvárásokat, meg mindent, nem bombázom semmilyen elvárással. Ha kommunikációm van vele, akkor az csak olyan kommunikáció lehet, ahogy Jézus elmondta, hogy imádkozzatok egymásért. Nem vagy egymásnak a csesztetése, meg egymásnak a felelősségre, számon kérése. Születne újjá a szerencsétlen, és akkor jön a másik az ezer éves múltjával, és számon kéri, hogy hát de hát ezelőtte 25 éve nem tudom, mit csináltál. Ha azt akarod, hogy veled is ezt csinálja valaki, akkor csináld ezt. Folyton csesztesd őt, kérd őt számon, és kötözd meg az ő múltjával, és egymás szépen húzzátok be a tűzbe. Na, hogyha nem kell a jó, ha nem kell az élet, akkor csináljátok ezt. Ha nem, akkor csináljátok azt, amit Krisztus mondott. És bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Adj erőt és lelkesedést és igazi örömöt, friss mustot, friss finom bort, hogy tudjam örömmel elengedni mindenki adóságát, mindenki vétkeit tudjam megbocsájtani. És adjál nekem erőt arra is, hogy kérek bocsánatot, alázzam meg magamat, szabadítsam fel őt a neheztelés alól. Ő is szabaduljon fel, hogy lássa meg a te dicsőségedet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.